Ezt érzékeli az autós, amikor közeledik az okos zebra felé. Szürkületben éjszaka is jól lehet látni, hogy a készülék fényjelzéseket ad, amikor a gyalogos a zebrára lép. Az elmúlt 2 évben 3 helyszínen próbált Székesfehérvár önkormányzata biztonságos gyalog átkelő helyet kialakítani. Kiválasztottuk azt, ami minden visszajelzés alapján jól működött, és tényleg hasznos volt mind az autósok, mind a gyalogosok biztonsága vonatkozásában. Nagy öröm, hogy egyébként ez egy magyar, ráadásul azon belül egy székesfehérvári innováció eredménye, és újabb 10 helyszínen került kialakításra ilyen biztonságos gyalogátkelő 2023-ban önkormányzati fejlesztésként és beruházásként. A polgármester hozzátette, a készülékeket darabonként közel 4 millió forintból telepítették. Napelemmel működnek. Nem csak figyelemfelkeltőek, hanem forgalmat is számolnak és információt nyernek belőlük arról, hogy az autósok megálltak-e, amikor a fény bekapcsolt. A rendszer gyűjti az átkelési adatokat irányonként, napszakonként, a rendszernek az üzemeléséhez szükséges adatokat is gyűjti. Ha meghibásodás történne, arról azonnal jelzést ad a rendszereinknek, és így nagyon hamar be tudunk avatkozni, illetve a döntés előkészítésben ugye a statisztikai adatok szintén nagyon fontosak lehetnek egy önkormányzat részére is. A Visible Crossing Kft. A balesetmentes közlekedést szeretné elérni az okos zebrákkal. Az átkelésnél próbálják a sofőrök figyelmét felhívni, hogy gyalogos lépett az úttestre. Elsősorban a gépkocsi vezetők részére jelzi azt, hogy egy közelben a gyalogos átkelőhely közvetlen közelében gyalogos van. Ezzel különösen az éjszaka és a korlátozott látás viszonyok mellett elősegíti a gyalogosok észlelhetőségét, és ezzel a balesetek, illetve a gyalogos elütések kockázatának csökkentését. Májer László arra is felhívja a figyelmet, hogy nehogy téves biztonságérzetet adjon a készülék, a gyalogosnak az úttestre lépés előtt ugyanúgy körbe kell néznie, és meg kell győződnie arról, hogy a járművezető észlelte és az elsőbséget biztosította. A városban újabb okos zebrák várhatók, többen kérték, hogy például a Várkörúton, a Rákóczi úton telepítsenek ilyen eszközöket.